Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2018. szeptember 14-én este 7:30-tól. Modern, egyedi és kalocsai. Új üdvözlő táblák a város határain. Vételi ajánlatról tárgyalt a testület, földterületet adott el az önkormányzat. Újra kezdetét veszi, jövő héttől minden kedden vallástörténeti előadás. Új, modern, éjszaka világító testvérvárosi táblák kerültek kihelyezésre három helyen Kalocsán. A mellettük elhaladókat Vörös Laura és Markella Balázs népi viseletes ruhában invitálja vissza városunkba. A város határain új elköszönő táblákkal találkozhattak a közelmúltban arra közlekedők. Hosszú évek óta húzódó problémának tettek pontot a végére a cserével, hiszen a Kalocsán ki- és beközlekedők azt tapasztalhatták, hogy a régi testvérvárosi táblák állapota leromlott és elhasználódott a sok év alatt. Arra az elhatározásra jutottunk, hogy ezeknek a felújítását az idei évben el fogjuk végezni. Itt nem csak felújításra került sor, hanem természetesen a régi üdvözlő táblák esetében nem volt minden egyes testvértelepülés neve feltüntetve, ezért az eltelt időszak közben történt változásokat is átvezettük, és valamennyi élő testvérvárosi kapcsolattal rendelkező település neve felkerült erre a testvérvárosi táblára, hiszen némelyikük ezen még nem volt rajta. A tábla megvalósításánál szakítottak a korábbi hagyományokkal, és nem egy szokványos testvérvárosi információs táblát helyeztek el a településünk több pontján. Nagyon fontos változás az előzőekhez képest, hogy esti órákban világítani fognak. Próbáltunk egy kicsit egyedibbre, egy kicsit újabb dologra törekedni, ezért olyan testvérvárosi tábla került elhelyezésre, amelynek mindkét oldala fel van úgymond címkézve. Egyrészt ugye a beközlekedők részére egy testvérvárosi ismertetés látható, illetve egy üdvözlőszöveg, míg a városból kiközlekedők részére ezen a felén egy elköszönő üzenet látható. Törekedtünk arra, hogy a testvérvárosi táblán a kalocsai motívumok megjelenjenek. Ez egy fontos, ezt teszi kalocsaivá. A testvérvárosi táblák a városban három helyen kerültek kihelyezésre a három legforgalmasabb útvonalak mentén. Az 51-es számú főút Patai, illetve Bátyai úton, valamint a Miskei úton. Ezeknek a testvérvárosi tábláknak az elkészítése, tervezéssel, a grafikus munkával, a kivitelezéssel, tehát ez gyakorlatilag valamennyi feladatot átölel, darabja bruttó 1 millió forintot tett ki, tehát a három üdvözlő táblának a megvalósítás, ez bruttó 3 millió forintját emésztette a költségvetésnek. A tervek szerint a paprika napokig apró finomítások fognak történni még a táblákon. Kalocsa címere fog rákerülni, és a testvértelepülések országzászlói. Remélhetőleg még a fesztivál megkezdése előtt. Vételi ajánlat érkezett nemrégiben az önkormányzathoz. Egy távközlési cég földterületet vásárolna meg, melyen a mikrohullámú adó tornyok kitámasztó elemei találhatóak. Az ajánlatot a legutóbbi testületi ülésen tárgyalták. A Mobil Towers távközlési Kft. Tulajdonában áll egy mikrohullámú adótorony, mely a Miskei úti zápor tározótól délre helyezkedik el. A torony stabil helyzetét biztosító kötélzetek és feszítő művek három irányban három kikötő tömbre csatlakoznak, melyek az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon állnak. A cég a területre, melyet eddig ingyenesen használt, vételi ajánlatot tett Kalocsa város önkormányzatának. A Mobil Towers távközlési korlátott felelősségi társaság megkereste Kalocsa városát, hogy ami ott a Kexpart után bent van egy adótorony, amit annó Dacunaig a vízügyi szolgálat kért, egy átjátszó torony. Annak a kitámasztó tömbjei alatt lévő területet megkívánja vásárolni. Erre tett egy ajánlatot, 56, 58 és 58 négyzetméter. 1992-ben adt át a testület ingyenesen, mely a távközlési szabályzatban is le van fektetve. Mikor azonban elkívánták volna adni, a vízügy nem vásárolta meg. Most a távközlési cég tett ajánlatot. Ahhoz azonban, hogy el tudják adni, át kellett sorolni a területet. Mivel ez olyan területen fekszik, ami köz és forgalomképtelen, előtte ezt át kell minősítenünk forgalomképessé, tehát rendelti formában.
a vagyonrendeletünk szerint, és utánozhatunk a határozatot, hogy eladjuk, vagy nem adjuk el. Az ülés során kérdés érkezett Szabó Balázs képviselőtől, aki azt firtatta, bár annó ingyenesen adta bérbe az önkormányzat a területet, most lehetne bármilyen követelést formálni rá. A válasz dr. Kis Csaba jegyzőtől érkezett. 92-ben szerződést telki szolgalomra kötötték, tehát akkor egy ingyenes használatot biztosították, kétoldalú szerződés. Tehát ezért mondom, hogy akkor meg lehetett volna kérni az önkormányzatnak, de kérdés, hogy a másik fél mit tett volna erre. Lehet, hogy nem fogadta volna, tehát ingyenes telki szolgálmat kapott rá. És ne felejtsük, hogy a telki szolgálmaknak az a lényeg, hogy van egy uralkodó, meg egy szolgáló telek. Abban az időben ingyenesen átadták ezt. A testület egyetértett a vagyon átminősítésével, és elfogadta a vevővételi ajánlatát a területre. Szeptember 18-án, azaz jövő héten kedden veszik kezdetét újra a Kalocsa Kulturális Központ ismeretterjesztő előadás sorozata. Közel 500 alkalommal szólnak majd az előadások a világ vallásainak témájában. A Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár élethosszig tartó tanulás pályázatának köszönhetően számos programon vehetnek részt az érdeklődők. Most a nyári szünet után újra kezdetét veszi a világ nagy vallásai előadás sorozatuk. Első előadás szeptember 18-án délután 5 órakor kezdődik a Művelődési Központ Sétáló utcai nagy termében, és innentől kezdve minden kedden, az október 23-át kivéve december 4-éig megvannak a programjaink. 48 előadást irányoz elő a pályázat, amiből 5 előadás már tavasszal lement, és a maradék 43-on dolgozunk nagy erőkkel. A világ nagy vallásai ismeretterjesztő előadásainak őszi évadában először a protestantizmust járják körbe. Szeptember 18-kedd, 17 óra a reformáció, előadó Nagy Dávid református lelkész Dunapatajról. Szeptember 25 evangélikus egyház mutatkozik be, Halasi László evangélikus lelkész Hartáról. Október 2-án bemutatkozik az Unitárius Egyház, Sill Tamás, a Pateói Múzeum vezetője lesz az előadó. Október 9-én bemutatkozik a Metodista Egyház, előadó Gyurkó Donát Sámuel, metodista lelkész Szekszárdról. Október 16-án a Pünkösdi Egyház fog bemutatkozni az érdeklődők előtt két előadóval. Pataki Albert elnök jön Budapestről, és Bálint Miklós, a kalocsai gyülekezet lelki pásztora. Ezt követő alkalommal hetednapi adventista egyházról hallhat a közönség. Kis István adventista lelkész személyében, aki Bajáról látogat el hozzánk. A novemberi előadások is már szervezés alatt vannak. A hit gyülekezete a baptisták bemutatkozására kerül sor. Kicsit felelevenítjük a történelmi tudásunkat. Az anglikán egyház, az ellenreformáció és a barokk kor is előjön, és december elején, az advent időszakban pedig egy kicsit a karácsonyi ünnepkör vallási hagyományait járjuk körbe. Majd december 4-e után elmegyünk téli szünetre, és január elején folytatjuk a vallástörténeti előadás sorozatunkat. Minden érdeklődő sok szeretettel várnak, természetesen az előadásokon a részvétel ingyenes. Szinte már hagyomány, hogy a Bemapó utcai tagovodában különböző programokkal bekapcsolódnak a Paprika Fesztivál eseményeibe. Az idén paprikás hétpróbával és paprika kupával készültek a város óvodásainak. Több száz óvodás látogatott el szerdán a Bemapó utcai tagovodába, ahol játékos feladatokkal hangolódtak a hétvégén megrendezésre kerülő Paprika Fesztiválra. Immár hagyománnyá vált a paprikás hétpróba, ahol közel 200 gyermek fogja összemérni azt, hogy mennyire ügyes a mozgásba, játékos vetélkedő. Az egyes feladatok azok kapcsolódnak a paprika szedésnek a fázisához, illetve a paprika feldolgozáshoz, mert lesz itt paprika szütyőzés, paprika szedés, paprika malomba őrölnek, és a paprikát tulajdonképpen beleteszik jelképesen az acskóba. Így tulajdonképpen a paprika feldolgozás minden egyes lépését végigkövethették a gyerekek a délelőtt folyamán. Az idei évben nem csak a városi intézmény nagycsoportosai vettek részt ezen a különleges megmérettetésen, ugyanis ezúttal a katolikus óvoda növendékei is becsatlakoztak a vetélkedőbe. Minden évben részt szoktunk venni mi is a katolikus óvoda által szervezett programokon, és törekszünk arra, hogy amikor a mi óvodáink rendeznek különböző programokat a város összes nagycsoportos óvodásainak, akkor őket is elhívjuk, és részt is vesznek minden alkalommal
a programjainkon. A szerdai nap az ötletes feladatoknak és az igazi késő nyári időjárásnak köszönhetően igazán remek hangulatban telt a Bemapó utcában. Azonban a paprikás légkör ezzel nem szűnt meg az intézményben, ugyanis pénteken délelőtt egy paprikás kupával folytatódott a sorozat. A kupáért az óvodából járó gyermekek családtagjaikkal közösen szállhattak harcba. A mosható pelenka nem egy új keletű találmány, azonban a kor előre haladtával ez a technika is sok változáson ment keresztül. A hagyományos textil pelusok napjainkra igazán környezetbarát és modern megoldási opcióvá nőtték ki magukat. A mosható pelenkák működéséről és előnyeiről tartott bemutatót Szűcs Vörös Réka csütörtök délután a Kalocsai Család és Karrierpontban, ahol az érdeklődők megtekinthették és ki is próbálhatták a különböző kategóriájú és működési elvű pelusokat. Gyakorlatilag hasonló elven működik, mint régen, amiben minket annak idején pelenkáztak, csak ezek most már sokkal divatosabban néznek ki, de az elv az teljesen ugyanaz, gyakorlatilag textil pelenka és körülötte egy vízzáró réteg, ami bent tartja ugye, amit kell, és egészségesebb, környezetbarátabb pelenka kiütést megelőzhetjük, elkerülhetjük vele, ezek talán a legfőbb szempontok. Ezen kívül a mosható pelenka hosszú távon kedvezően hat a családok pénztárcájára is, ami szintén fontos szempont lehet azoknak, akik ezt a megoldást választják gyermekük, gyermekeik számára. Egyszerre nagyobb kiadást jelent, de néhány hónap alatt visszahozza bőven az árát, és mire szobatisztul a gyerek, és itt most egy gyerekről beszélünk, addigra pedig bőven megérte beruházni úgymond a mosható pelenka készletbe. Ha pedig több gyerekről beszélünk, akkor nyilván nem kell ragoznom, hogy akkor még inkább ez spórolásra adokot, vagy sporolni lehet vele. A hiedelmekkel ellentétben egy egyszerű technikáról van szó, ugyanis a mosható rétegek fölé egy úgynevezett kakifogó papírt kell csak helyezni, ami eldobható, így a székletel szennyezett részekkel nem szükséges pepecselnie az anyukáknak. Úgy épül fel maga a pelenka, hogy van kívülről egy vízzáró réteg, aztán abban van egy netszívó réteg, ami a nagyját beszívja, és arra jön egy szárazon tartó réteg, ami úgymond szárazságérzetet biztosít a babának, és a tetejére valóban lehet használni ezt a kakifogó papírt, ami ha olyan állagú ugye a széklet, akkor egyszerűen megfogjuk, bezacskózzuk és kidobjuk a kukába. Ezzel a megoldással tehát nem csak a kiadásokat, de a megtermelt szemét mennyiségét is jelentősen csökkenteni lehet. Az elsődleges szempont, ami miatt mi moshatóra váltottunk, az, hogy ne termeljünk szemetet, mert nem gondol bele azt, hiszem az ember, de egyetlen gyerek a szobatisztaságá válásig egy tonnányi pelenka szemetet termel. Tehát ez csak és kizárólag egy gyereknek a pelenkája, amit így szemétbe megtermel, úgyhogy ha ezt így átgondolja az ember, szerintem rengeteg, és rengeteg idő alatt bomlik le. Tehát a rengeteg idő alatt azt értem, hogy 450-500 évre satszolják jelenleg. A témával kapcsolatban bővebb információkat is kaphatnak az érdeklődők Réka közösségi csoportjában, a Kalocsai Mosi Mami Klubban. Anyós lettem Japánban. Ezzel a címmel ír könyvet Bájer Ilona, aki tiszteletbeli kalocsaiként közel 25 éve háziasszonyként dolgozik a Kék Madár Fesztiválon. A megjelenés jövő őszre várható. Gyakran látogatja a külföldön érő gyerekeit, így már többször járt Japánban is, hiszen lánya ott találta meg a szerelmet. Az apropót egy egészen különleges évforduló adja. Jövőre, tehát 2019-ben jeles évforduló lesz a magyar-japán kapcsolatokban, ugyanis pontosan 150 évvel ezzel összetehető a Magyarország, akkor még ugye Osztrák-Magyar Monarchia és Japán diplomáciai kapcsolatainak felvétele. Ezt a jeles évfordulót én a japán családi kapcsolataim révén is megünneplem, és én ezzel a könyvvel, ennek a könyvnek a megjelentetésével ünneplek. Legelőször 1995-ben járhatott a Szigetországban egy tévés forgatás kapcsán. P.S. Székely világhírű szobrászművészről készítettek egy portréfilmet. Három hétig forgattunk egy nagyon érdekes, Japán szempontjából a legérdekesebb és a legfontosabb történelmi helyen, kisvároskában, Szekigaharában, ez ugyanis a 16. században ekkor itt ebben a háborúban dőlt el, és történt meg Japán egyesítése, Észak- és Dél-Japán egyesítése. És három hétig forgattunk ott és a környező nagyvárosokban, Tokiót is persze meglátogattuk, de alapvetően egy helyen forgattuk az ő portréfilmjét. És nagyon egy portréfilm forgatásánál
nagyon nem lehet a benyomásokra, tehát tényleg csak felszínes benyomások érhetik az embert, hiszen a televíziós munka az iszonyatos precizitás és odafigyelést igényel. Az nem egy turista út. Sokan irigyelnek bennünket, de ez nem egy turista út. Japán nagyon ambivalens. Ezt állítja Bayer Ilona, s ebben a könyvben erre az ellentmondásosságra keresi a választ. Gésa, sushi, szamuráj. A legtöbb embernek Japánról ez a néhány szó jut eszébe. Az alcíma a könyvnek, és ez a tartalomra is utal, hétköznapok a felkelő nap országában. A legdrágább, vagy a leggazdagabb turista, a legdrágább turista úton sem kaphat képet a japán emberek hétköznapjairól, hiszen a nevezetességeket megnézik, hadcsillagos meg ötcsillagos szállodában laknak, utazgatnak a Shinkansennel mondjuk 3-400 km/h sebességgel, de a japán hétköznapokban, hogy mi miért történik és hogyan történik, arról fogalmuk sincs, és én ezeket a japán hétköznapi cselekvéseket, tetteket szeretném megmagyarázni, bemutatni, és így módon a magyar embert is közelítve a japán társadalomhoz, ahhoz az ambivalens társadalomhoz, ahogyan én ezt 1995-ben megfogalmaztam. A tervek szerint Bayer Ilona a hétköznapi japán bemutató könyve 2019 őszén jelenik majd meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradónkkal legközelebb hétfőn jelentkezünk. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes tévézést kívánok, viszontlátásra!